ezt a koncertet egy beteg kisfiúnak rendeztük, akit Karakas Gyuszikának hívják. A család egyik, hát mondhatom azt is, hogy közeli jó barátja. A kórházban ismerkedtek meg a szüleink, és én már ezt a koncertet nagyon-nagyon régóta szerettem volna megrendezni, csak sajnos a karantén miatt nem jöhetett ez létre. Na most, hogy adódott egy lehetőség, én egyből szóltam a Romák egy család szervezetének, és egyben ők is ebben nagyon sokat segítettek teljesen, egyből az iskolából a gyerekek, mindenkinek, akinek szóltam egy szó nélkül, mindenki jött segíteni, és nagyon reméljük, hogy ez a koncert nem csak egyszeri alkalom lesz, hanem minden éven egy gyerekért legalább egy ilyen jótékonysági koncertet szeretnénk közösen szervezni. Kto přijímá účast v dnešním koncertu? I či je jakýs благодійні внески? Ezen a koncerten az Ungvári Művészeti és Kulturális Iskolából jönnek diákok, a barátaim, osztálytársaim, mindenki, aki csak segíteni tudott valamivel, ehhez a koncerthez hozzá tudott járulni, mindenki jött és segített. Nagyon sok ismerős, barát, fellépnek itt olyan emberek is, akik nem tanultak zeneiskolában, nem jártak egyetemre, csak maguktól tudnak zenélni. Szerintem a legtöbb ember egy szó nélkül jött és készen állt arra, hogy segítsen. Ahogyan felhívtam a zenészeket, és elmagyaráztam nekik, hogy ez a koncert miért is lesz, miért is szerettem volna ezt az egészet, kérdés nélkül mindenki jött és segített. Szerencsére a Roma egy család által létrehozott reklámok, videók, amik az internetre is kikerültek, minél több emberhez jutott el ez az egész, és így nagyon sokan így össze tudtunk gyűlni ahhoz, hogy segítsünk ezen a beteg gyereken. Én ezt a koncertet azért is szerettem volna megrendezni, mert nem olyan rég, hát nem olyan rég, évekkel ezelőtt én is egy bizonyos betegségben szenvedtem, és tapasztalatból tudom, hogy milyen az, mikor mindent saját erődből kell megcsinálnod. És saját erődből, saját anyagi háttérrel kell ezt az egészet, ezt az utat végigjárnod. És én ezért is szeretnék más beteg gyerekeknek segíteni, hogy ne kelljen nekik azt átélniük, amit nekem kellett. Én Karakas Klára vagyok, Gyuszika édesanyja, Karakas Gyuszika édesanyja. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehetek, és tényleg, hogy együtt harcolunk Gyuszikáért. Nem egyedül harcolok, hanem most már azt mondom, hogy együtt harcolunk Gyuszikáért. És nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos lehetőséget, hogy itten megjelenhettem Csapon. És a gyermekemnek szerveztek egy jótékonysági koncertet Gyuszikáért. Nekem ez nagyon sokat számít és jelent, mert tényleg az van, hogy együtt vagyunk, és együtt harcolunk egy gyerekért, egy 3 éves gyerekért, aki küzd az életéért. Szeretném elmondani, hogy Gyuszikának nagyon jó lett az állapota, mivel hogy ő teljesen lebénult, teljesen megnémult és megvakult a gyermekem. Istennek hála, találtunk egy olyan orvost, aki ezt tudja kezelni, ezt a helyzetet. Hál' Istennek elkezdett mozogni a gyermekemnél a lába, a keze. Elindult nála kisebb mértékben a beszéd, vagyis hát hangokat kiadni magából, jobbra-balra tudja tenni a fejét, és ennek az a célja, hogy sajnos elég
költséges ez a kezelés. Ez a kezelés havonta történik, azaz akár 3 éven át fog menni havonta, hogy nekünk hiebbe kell lesz mennünk, és havonta a kezelése 100 000 grivnyában kerül ahhoz, hogy a gyermekem épüljön fel. Ma az egyik testvéremmel léptem fel ezen a jótékonysági koncerten, aki egyben is segített rendezni az ügyeket e kapcsán. Örültem, hogy részt vettem rajta, mert így is tudom támogatni a beteg gyerekeket ilyen kisebb koncertekkel, és tudok ennek, akinek most gyűjtünk, annak is tudunk segíteni benne. A Dobronyi kertek babájától elbúcsúzik. Én is abból vizet ittam, a babámtól elbúcsúztam. Úgy elbúcsúztam szegénytől, mint az elmúlt esztendő. Debrecenbe kéne menni, pulyka kakas kéne venni, vigyázz kocsis lyukas, a kas kiugrik a pulyka kakas, vigyázz kocsis lyukas, a kas kiugrik a pulyka kakas. Debrecenbe csoda esett, két kis kakas összebeszett, én a kakasod nem bánom, csak az enyémet sajnálom. Én a kakasod nem bánom, csak az enyémet sajnálom. Ну я люблю співати і з радістю прийшла допомогти з моїм співом. А яку ти пісню випала? Ну я співала угорську народну в'язанку із Добрині.
Egy jó barátom megkért, hogy jöjjek fellépni, és segítsek egy beteg gyereken, akinek szervezik ezt a koncertet. És számomra fontos, hogy segítsek az embereknek, és úgy segíthetek ezzel, hogy azt csinálom, amit igazán szeretek, úgyhogy ez igazán felemelő volt számomra. Гурупник запропонував мені взяти участь в цьому благодійному концерті, і я залюбки погодилася, тому що наш час такі концерти, я вважаю, що вони дуже потрібні, тому що хворенькі діти, вони потребують уваги, потребують нашої допомоги, і я дуже була щаслива, що я прийняла сьогодні участь в цьому концерті. Я вважаю, що кожен має мати якусь ціль в цьому житті, я вважаю, що я сьогодні зробила добру справу. После карантина достаточно трудно организовать людей, чтобы они куда-то пошли или вообще вышли, а я уже не говорю, чтобы чем-то помогли другому человеку, потому что все закрылись в своих квартирах, в своих домивках, как кажут. И я считаю, что они очень большие молодцы. И я считаю, что там, где разные национальности и разные люди могут собраться и помочь, ну, все ж таки далеко от нас, Вилок, да, вот достаточно по расстоянию, и как-то они считают своим эту проблему, так что то хороший город, где живут такие люди, которые могут за хорошую цель собраться вместе.